Télen korcsolyázáskor eszünkbe jut az iskolában tanultak közül a súrlódás, amikor is arról volt szó, hogy a súrlódásnál az anyagi minőségek számítanak, az érintkező felületek anyagi minősége a jelentős, de mégis miért kell akkor a korcsolyát megélezni? A kísérletben azt, látját, azt láthatjátok, hogy egy 5 kg-os súlyt hegedű húra függesztünk, és ezt tesszük rá egy jégtömbre. Gyakorlatilag az éles korcsolja alatt ugyanezt történik, hogy a korcsolja alatt egy picit megolvad a jég, és már is nem csak a jég és az acél találkozásáról beszélünk, hanem az anyagi minőség változása miatt a súrlódás viszonyok is meg fognak változni. A kísérlet során a hegedű húr alatt igen nagy nyomás keletkezik, a nagy nyomás miatt egy picit megolvad a jég, viszont a jég hőmérséklete miatt folyamatosan vissza is fog fagyni. Tehát úgy fogjuk átvágni a jégtömböt, hogy gyakorlatilag az egyben marad. Kvázi a húr átmegy egy az egyben a jégtömbön, anélkül, hogy a jégtömb az ketté esne. És ahogy látjátok, maga a kísérlet összességében másfél órát vett igénybe, itt most gyorsítva azt látjátok, hogy már is átért a húra jégtömbön, és úgy, hogy a jégdarab egyben maradt.